Hogyan nézhet ki egy lázadó lelkű autó? Hogyan nézhet ki? Szerintem nagy a felnie, az biztos. Olyan... Minden ne olyan nagy. Olyan nagy. Áthozottul vagány és kilóg a sorból. Mindenféle sorból. Toyota CHR, hibrid. Olyan, mintha véletlenek sorozata szülte volna, de nem. A Toyota, mint tudjuk, nem ilyen. A CHR teljesen átgondolt, professzionálisan kivitelezett lázadás. Semmi sem olyan, mint az átlag, és így összességében mégis egységes. Olyan toyotásan tökéletes. És nagyon feszes. Csendes, kellemes és kényelmes. Bár ha nagyon rátaposunk, akkor elmondja szíve fájdalmát. Akkor egy kicsit harsányabb a benzinmotor a kelletténél, de aztán visszafekszik aludni, és jön az elektromosság. Hibrid, tehát takarékos. A gyártó szerint 3,9 liter per 100. Nálam ez olyan 5 körül van, de az is tök jó. Soha el nem csendesedő hullámok, ívek mindenütt, mintha egy lázadó lélek direkt összetörte volna átlagos formájú autóját, hogy az más legyen, mint a többi. És bejött neki. A lázadó hangulat az utastérben is folytatódik, hiszen mint általában itt is vannak ülések, kormány, meg műszerfal, de semmi sem a megszokott. Műszakilag szinte ugyanaz, mint a Prius, a hibrid hajtás is abból jött. Két motorja van, egy 1800 köbcentis benzines és egy 60 kW-os villanymotor, melyek egymást kiegészítve mozgatják e feltűnő vitézt. Kellően komoly és életvidám. Nagyszerű városi harcra és kirándulásra egyaránt. A két motor együttes teljesítménye 122 lóerő, miről azt gondolhatnánk, hogy a közel másfél tonnához nem túl a célos, de a villanymotor 207 Nm-es nyomatéka azonnal beköszön, amint rálépünk a pedálra. A számok alapján teljesen átlagos, modern autó, 11 másodperc alatt 100 és 170 a vége, de sokkal fickósabbnak érezzük a villanymotor hirtelen természete miatt. Íme. Ami az árát illeti, az 1.2-es turbós benzines 6 milliótól indul, a hibrid pedig 8-tól. Drágább, mint például a Nissan Juke, de nagyobb is annál. A Toyota Crossover hibrid radikál, az a fajta iparművészeti alkotás, melyről ránézésre nem is gondolnánk, hogy mennyire erős benne a funkcionalitás. Senki nem menjen sehova, mert nem sokára jövünk a második résszel, és a nagyon okos gondolatainkkal.